Ugye bár mindenki szeret tojást festeni, hímezni is szoktuk a tojásokat, bővenben még elmondolna azonban egy egészen új módszert talált föl, ha lehet ilyen kifejezés erejű tojások esetében, csipkéző a tojások. Hogy kezdődött a tojások? Az ötlet a porcelánból indul, mert egy porcelán festő voltam 28 évig, és ott sok átbőr porcelánnal találkoztam. A saját felkészítési libáim elkezdtek tolni, és nem volt szívem összetörni a tojásokat. Gondoltam, hogy olyan és jó festő magjára majd a téli unalmas hónapokban megfestem őket, és ismétve elmészültem. Szerezzem be magának egy ügyes kis gravírozógépet, hozzá tartozó gyémántfélyes furószárakkal és bárkinek egy cégével tudjuk kivitelezni. És igazából számos más dolga is jó, tehát nem csak erre a tojás csipkézésre, maga a gép, de speciális felhasználások közé tartozik ez is. És hát ez egyre elterjedtebb, tehát a húsvéti időszak. Én ettől el vagyok állóra kezdik ezzel. Ez egy milyen tojás? Ez egy igazi tojás. Egyébként olyan egy pici, így az érintés, most már alig lehet megfogni egyébként, mint hogyha nem is lenne igazi, annyira fényes, egészen ilyen gyöngyhányos a külseje. A legvégén aprilt fehér aprilmesket kell lefolyom, hogy fényes legyen, és ne maradjanak rajta foltok, ami esetleg közben sikerült, hogy rátapadjon, ne maradjon rajta. Én lerakom. Ennek kifújt liba tojás héjakat csipkézek egy multifunkciós géppel. Ez igen újszerű megoldás, mert régen is csipkéztek, de maradták a tojásokat, hogy csipkések legyenek. A korral haladva úgy gondoltam, kipróbálok hozzá egy olyan kis gépet, amivel gyorsabban haladok, pontosabban tudok dolgozni, és ez sőt ki belőle. Madonna hol tanulta ezt a mesterséget? Nem tanultam. Egyszerűen úgy éreztem, hogy a liba tojást nem tudom feltörni konyhalány módjára. Először is látom, hogy ez nem liba tojás. Igen. Foglalkozni. Hát finoman kell, ezzel is akarnánk egyébként megmutatni önöknek azt, illetve Magdolna, aki ennek az igazi szakértője a tojás csipkézésnek, hogy bárki, tehát még Josi barát is meg tudja csinálni. Hozzá rengeteg munkát lehet végezni, tehát a tojás